I know this shit's hot, but I need you motherfuckers to turn up out here, man. Show me what the fuck Ultra's all about. Show me how the fuck we party Miami this week. Káromkodás a kanadai duó Miami-ban tartott koncertjén. Zamárdiban, a Balatonszándon azonban másként folytatódott a történet. A sajtóhíradások szerint a sztárok és kísérőik három ájult, bedrogozott lányt hagytak maguk mögött az öltözőjükben. Kezelhetetlen, szinte anarchiába átcsapó önfeledtség jött létre. Így von párhuzamot a görög-római kultúra végnapjai és a mai kor között Lehota János esztéta, a kanizsai polgármesteri kabinet vezetője. Mint mondja, a Zamárdihoz hasonló példa elég gyakori a nemzetközi szinten, éppen ezért a programot szervezőknek komoly a felelősségük. A kanadai sztárduó tagjai a szemtanúk szerint több lányt felhívtak a színpadra bulizni, majd elvitték őket az öltözőjükbe. Hogy ki adott drogot kinek, az egyelőre nem tisztázott. Szervezőként a városnak feladata és minden szervezőnek feladata, hogy erre külön figyeljen. Tehát a VIP, a vendégek, a fellépők és a közönség elválasztása nagyon koordinált kell, hogy legyen. Nem adhok módon kibeugrál valaki, vagy valaki behív, egy sztár behív valakit, mert ő úgy gondolja, hogy ezt megteheti, nem teheti meg. Ez az elv nem csak a városi rendezvényeken érvényesül. A Voke Kodály Zoltán Művelődési Házban például arra törekszenek, hogy a fiatalokat a kulturált szórakozásra tanítsák. Én is nagyon szerettem fiatalkoromban most is bulizni, ugye a zene, a kultúra nagyon fontos volt számomra. Viszont mindig visszatartó erőként jelentek meg a keresztény értékrendek. Én ezt nagyon fontosnak tartom. És segítséget szeretnénk nyújtani az intézményen keresztül is. A kulturális intézmény most egy uniós pályázatra készül, amely a fiatal felnőtteket a családalapításra, az egészséges életmódra készíti fel. Ebben partner többek között a katolikus és a református egyház, az önkormányzat és több szervezet. A nagykanizsai tömegrendezvények szervezői azt mondják, vigyáznak a fiatalokra. Itt öltözőben hagyott ájult lányok biztosan nem lesznek.